Mi történt? Kossuthot letartóztatták. Hogy történt? 48 gránátos tört rá ének évadján a nyaralójában. Tiltakozott, de erőszakkal magukkal szólt. De hiszen ez iszonytatóan Mice Egressi. Színházunk tagjainak tekintem önöket, és legközelebb már magyarul énekelnek. Boldog vagyok, hogy végre magyarul énekelhetek. Gratulálok. Terike! Kossuthot letartóztatták. Az lehetetlen. Meddig tűrészték a nemzet? Olyan a város, mint a hangyagon. Ütött a cselekvés órája. Franci, értsd meg, cselekedni kell végre. Szembe kell szállni a százfejű zsárkányon végre. Fegyverrel a kézben. És mindenki maga kell megválasztani a fegyvereit. Úgy van, Vörös Marti a verseivel harcol, Kisfaludi a drámáival. De se hallgathatsz már tovább, Terikém, a te kezedben is fegyver van. Az enyémben? Igen. A muzsika. Hallod, mit játszik az öreg Rózsa Völgyi? Szomorú régi kesergőt. Nem ilyen dal kell most nekünk. A kesergés ideje elmúlt. Olyan muzsika kell, amely lángra lobbantja a szíveket. És ami nem keserít, hanem tölráz, lelkesít. Mivel lelkesítsek? Ezt a szűzzel vagy a megtört szívvel, a svejtszer családdal. Nincs egyetlen magyar operát. Hát akkor írd el magyar operát. És ha végre megcsináltad, én előadom a Magyar Színházban. Most sem mondhatok más, mint eddig. Karmester vagyok. De hiszen komponálsz is. Néha. Kedvtelésből. Tedd hát kötelességeddé, mi kezdszerés volt eddig. Állj te is a nemzet ébresztői közé. Gondold meg, milyen lelkesedés lenne, ha a nemzet színpadán végre magyar opera szólalna meg. A nemzet régi nagyságot árulna az emberek elé. Igaza van Bartai direktor úrnak. A németeknek, franciáknak, olaszoknak már van nemzeti operájuk. Miért ne lehetne nekünk is? Neked kell megírnod. Fiatal vagy. Adjon dalt, Erkel uram, a néma nemzetnek. Megszólaltatni némákat. Nehéz feladat. És én talán gyenge is vagyok ahhoz, hogy a nemzet, az emberiség nagy szenvedélyét öntsem hangokba. Feri, próbáld meg! De mikor? Egész nap próba, est, előadás. Te is a kórusban énekelsz, tudod mennyi a munkám, a feszültség. Majd én átveszem a munkádat, te pedig dolgozol. Hiszen szövegkönyvem sincs. Most írok drámát Báthori Máriáról, a nemzet régi nagyságáról. Báthori Mária? Írj abból operát.